Nekem édesanyám még akkor dolgozott, amikor a lányom kicsi volt, és nem nagyon tudott ezért segíteni. Ráadásul, amikor már később súlyosabb állapotban volt, akkor én nem tudtam másra bízni. Egyetlen egyszer mentünk el 3 napra, akkor édesanyám szabadságra jött, és annak is az lett a vége, hogy sokkal hamarabb hazamentünk, mert egyszerűen tudod azt, hogy nem azt érzed, hogy nincs biztonságban a gyerek, hiszen biztonságban van, de tudod azt, hogy bármikor jöhet egy olyan roham, bármikor jöhet egy olyan nem várt helyzet, amit úgy érzel, hogy csak te tudod megoldani. Vagy szakszerű segítség. Mondjuk egy héten egyszer, vagy egy hónapban kétszer te egy napot eltölthess csak saját magaddal. Tehát csak azzal foglalkozz, hogy igen, ma fájhat a fejem, igen, ma elmehetek kozmetikushoz, igen, ma elmehetek az orvoshoz, és megkivizsgáltathatom magam. Tehát ezek ilyen nüansznyi dolgok, de iszonyú sokat számítanak, ha te évekig erre esélyed sincs. Én azért írtam alá ezt a TASZ petíciót, mert iszonyúan fontosnak találom, és mindannyian írjuk alá. Írjátok alá!